Sziasztok! Attila vagyok Isten országából, és ma azt hiszem, hogy a szeretetnek a legmélyebb kifejezéséről fogok beszélni nektek, az önátadásról. Meg vagyok győződve, hogy az ellenség, a gonosz, a, a szétdobáló, a sátán nagyon sok mindent elkövetett azért, hogy ezt a témát ilyen furcsává tegye, vagy ilyen ellen szenvessé, vagy olyanná, hogy az emberek óckodnak ettől. Én most a, az Istennek való teljes önátadásról beszélek. Tudjátok, amikor én videót csinálok, akkor is ezt az elvet alkalmazom. Ez úgy működik, hogy most egy gyakorlati példát mondok, hogy legyen egy pici rálátásotok, hogy ugye én már átadtam az életemet 2018-ban teljesen Istennek, és ez nem azt jelenti, hogy egy keresztény gyülekezetben elmondtam egy ilyen zenés Isten tiszteleten, egy megtérő imát, ilyen érzelmi fellángolásból, vagy bármilyen ráhatásból, hanem ez úgy működött, hogy már elegem saját magamból, Nekem volt tizen akárhány évnyi világi tévejgésem, aztán volt tizen akárhány, tehát olyan 17-18 évnyi úgymond keresztény tévejgésem, és ezek a dolgok úgy működnek, hogy az ember önátadja magát, bocsánat, hogy így mondom, hogy önátadod magad. Tehát ez így működik, hogy ha Isten elhív téged, akkor előbb-utóbb te is meg fogod tapasztalni azt, amit az Úr Jézus mondott. Saulnak, akiből később Pál lett, a kiküldött Pál lett, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, és ez kicsit olyan, hogy beleunsz a saját hülyeségeidbe, nem jönnek össze a dolgok, és olyan, mint mintha Isten hívna magához, és előbb-utóbb te saját magadtól rájössz, hogy káz vagy. <laughs> Most nem tettem ki a Facebookra is pont ugyanezt, hogy hogy egy ilyen összehasonlítást, hogy mi a különbség Isten és közted. Tehát ugye, hogy, tehát, hogy nem Isten a gáz, hanem te vagy, nem Isten a bűnös, hanem te vagy, nem Isten rontja el, hanem te rontod el, és így tovább. És ezt a, a Bibliában úgy hívjuk, hogy ilyen Isten szerinti megszomorodás, amikor megutálod a lelkedet, amikor rájössz, hogy az egész életed egy nagy, bocsánat, hülyeség, és egy mezőgazdasági példával élve, ugye, tudjátok, hogy a trágyából lesz az élet, és amikor te megrágyázol egy földet, abból lesz új növényzet, és abból lesz új termés, és eljutsz egy olyan pontra az életedben, amikor saját magadat trágyának tekinted és ebből tud az Isten egy új életet kihozni. Ugye ezt maga Pál Apostol mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, és az eredeti szövegben úgy mondja, hogy trágyának, tehát ürüléknek. És tehát el kell ide jutni. És én hiszem azt, hogy az embernek a legnagyobb problémája a kontroll. Tehát a kontroll az azt jelenti, hogy te akarsz mindent irányítani, kézben tartani. Nagyon sokatokkal beszélek, beszélgetek, és tegnap is volt egy ilyen beszélgetésem, és nagyon örülök, amikor az emberek rájönnek, hogy hú, tényleg, ezt sem engedtem el, azt sem engedtem el, és ilyen kontrolljaink vannak, befolyásolni akarunk tényezőket, környezeteket, embereket, és úgy a magunk tetszésére formálni, alapítani, alakítani. És hát amikor én a videókat csinálom, akkor is úgy csinálom, hogy Isten ráhelyez a szívemre, meg én is gondolkodok ilyen dolgokon, és amikor eljutok oda, hogy jó, uram, akkor vegyük föl. Um, tehát nagyon fontos, hogy egy személyes kapcsolatban vagy Istennel, és az Isten szokott vezetni, hogy, hogy, most holnap fogod ezt a videót fölvenni, vagy mit tudom én, vagy, tehát ilyen apró jelzéseket az úra szívedre tesz. Um, és ez egy, tehát te úgy képzeld el, hogy, hogy én is, amikor videót csinálok, akkor nem, nem tudom, hogy mit kell mondani. Van egy-két dolog kavarog a szívemben, de nem tudom, hogy ezt hogy kell elmondani az embereknek. Úgyhogy kérlek, hogy te beszélj, vagy te mondd el, vagy te rakd a szavakat a számra. Mert sokkal jobb, hogyha az emberek téged hallgattak, mint mondjuk az Attillát. És tegnap is erről beszélgettem az illetővel, hogy... Igazából a világnak ugye nincs az Attillára szüksége, vagy az embereknek. Az Attilla az egy szórakozott professzor, megvan a magasok hülyesége, de Jézus követése az igazából arról szó, hogy, hogy mivel ugye ő is szeretett minket, és ő magát adta értünk, ugye ez a Galácia beliekhez írt levél második rész, huszadik versében található, hogy, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek többé, tehát nem én, hanem él bennem a Mesiás, vagy a Krisztus, vagy a felkent király, ugye az Istentől felkent király, ugye Jézus. És azt mondja Pál, hogy ezt az életet, amit most ebben a testben, hústestben élek, ugye tudjátok, a hústest az a valami, ami által vagyunk kísértve állandóan. És azt mondja Pál, hogy oké, okay, az egy dolog, hogy itt élek ezen a földön, még ebben a hústesti, vicces, megkísérthető, küzködő dologban élek, de ha már egyszer még itt kell éljek ezen a földön, akkor is ezt az életet most úgy élem, hogy az Isten fiába vetett hitben élem. Tehát itt a hitről van szó, hogy rábízod magadat az Isten fiára. Aki ugye előzőleg szeretett engem, és önmagát adta értem. Tehát a, a teljes önátadásnak az a lényege, hogy először is fölfogod, hogy te mekkora egy gáz <laughs> trágyakupac vagy, és azt is fölfogod, hogy viszont Isten mennyire jó. És a, a, a kettőt kontrasztba állítod, tehát a, az Istennek a jóságát, meg az igazságosságát, meg úgy mindenét, ami van, a tökéletességét, meg a szentségét, összehasonlítod saját magaddal. És ez a megtérésnek egy ő, formája, amikor végre nem te mutogatsz másokra, vagy a körülményekre, vagy Istenre, vagy bármire, csak éppen nem magadra mutogatsz, hogy te vagy a gáz, hanem végre beismered, hogy e -e, én vagyok a. A ludas, a Viszont Isten az jó, az tökéletes, dicsőséges. Ő lejött ide a földre Jézusban, és tényleg mindent elintézett azért, hogy nekünk üdvösségünk, megmenekülésünk, szabadulásunk, gyógyulásunk, megváltásunk legyen, meg gondviselésünk legyen. Hogyha tudjátok, hogy a megváltásnak a része a gondviselés is, és az átok volt az, amikor azt mondta Isten, hogy mostantól verejtékkel fogsz dolgozni, ugye ezt Ádámnak mondta, az Évanak meg ugye azt mondta, hogy te pedig fájdalommal fogsz szülni, de az átok az nem volt eredeti terve Istennek. Ha nem jó, hogyha itt te akarsz agyalni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg mész a magad esze után, menjél, tessék, itt van. Viszont Istennél mindig is az volt a koncepció, hogy ha ő hozzá jövünk, Ugye megfáradva vagy, akár megterhelve, vagy tele van mindenünkkel. Tehát a hócipőnk mindenne tele van, és azt mondjuk, hogy nem tudom ezt csinálni, uram. Ö, én ezt úgy hogy ez az áldott gyengeség. Pál mondja, hogy a, a gyengeségeim, mert dicsekszem, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert képzeld el, amikor gyenge vagy, és végre már elengeded ezt a sok hülyeséget, amit csinálsz. És végre leteszed magad Istennek. Igen, ez azzal jár, hogy elhiszed, hogy ő nem hülye bocsánat, hogy ezt mondom, tehát el kell hinned, hogy Isten nem hülye, hogy ő tudja, mit csinál. És téged meg engem nem arra teremtett az Isten, hogy itt kitaláljuk az életünket, és önfenntartsunk, és bebizonyítsunk, hogy milyen jó vagyunk, meg itt az embereknek bóckodjunk, és tetszelegjünk, meg karriert gyártsunk magunknak. Isten arra teremtett. Igen, ez furcsa, hogy pont tőlem halljátok, mert én rólam azt mondják, hogy ilyen szigorú tanító vagyok, de nem, Isten arra teremtett, hogy szeressen minket. Erre teremtett. Ezt a sok vackot, amit ide rakott mellénk, amit nevezzünk világrendszernek, vagy univerzumnak, vagy bármi, én csak úgy hívom, hogy proton, elektron, neutron, halmaz, Ez csak azért rakta ide, hogy egyrészt kifejezhessük magunkat benne, másrészt, hogy ő elláthassa a mi problémáinkat. Megoldhassa. Tehát eleve úgy teremtette az emberiséget Isten, hogy mindent odaadott neki, kivéve egyet, Ugye a, már megadta a döntési lehetőséget. Ha akarsz, akkor szeretsz, és velem élsz, és akkor élvezed, ha akarsz, akkor viszont föllázadhatsz, azt mehetsz a sátánnal együtt a. megnézheted magadnak, amit főztél, ed meg. És az Istenek való önátadás az az, amikor rájössz, hogy. tényleg hülyeség Isten nélkül élni és én nem kereszténységről beszélek, tehát nem arról beszélek, hogy akkor alapíts egy gyülekezetet, és szedjé tizedet, és hűítsd meg az embereket. Ez is egy nagy marhaság, tehát tudjátok, hogy a, a, keresztény gyülekezetek az nem az, amit Jézus csinált. És, és sokkal egyszerűbb bemenni egy gyülekezetbe, és énekelgetni, amit a keresztények úgy a hogy dicsőítés, Jézus amúgy soha nem parancsolta, hogy dicsőítsük őt, ez meglepő. Lehet, hogy a Dávidi Zsoltárokban találsz dicsőítést, mert Dávid is örült, amikor ugye Isten megmentette őt, persze, hogy hálára fakadt a szívében. És ez egy jó dolog volt. De Jézus, aki ugye, tehát képzeljétek ki, hogy Isten lejön a földre. Itt mászkál közöttünk, tanít, gyógyít, csodát tesz, megszeretgeti a kisgyermekeket, föltámasztja a halottakat, a bajba jutottaknak megnyugvást, stb. Tudjátok a sztoriát Jézusnak, ha nem olvassátok el az evangéliumokban. És elhívja az embereket, a tanítványokat, vagy gyakornokokat, hogy gyertek utánam, kövessetek engem. És persze ők is csinálnak sok maraságot a tanítványok, mert nem értik, hogy ki ez a Jézus. Tényleg nem értik. De a szeretet ugye az nem az, hogy mindent értesz. A szeretet az, hogy rábízod magad, hogy bízol benne. És, és itt van ez a Jézus, és egyszer nem látod, hogy azt mondaná, hogy gyerekek, légy szíves, boruljatok le, és imádjatok engem, és akkor jó dolgotok lesz. Egyszer nem hallod ezt. Viszont annál inkább szinte minden üzenetében azt fogod hallani, hogy hogyha leteszed az életedet nekem, és végre rám bízod magadat teljesen. Nem agyalsz, nem okoskodsz, nem akarod kipróbálni, kitalálni, és a többi, hanem... Jó, uram, te győztéd, te vagy a főnök, és ha megalázod magad, ez szerint, hogy megalázod magad, hogy... hogy te itt vagy, és az alázat, ugye az azt jelenti, hogy alá, tehát lefelé alázat. Most ha mondhatnék egy csúnya szót, a világ az nem az alázatrohiles, most bocsánat a szójátékért, hanem a fölézet. Tehát, hogy te innen indulsz, és fölé akarsz menni. És a sátán is ezt mondta, hogy hú, majd fölmegyek az Isten trónjához, és olyan leszek, mint az Isten, és kirugom őt majd a helyéről. Ez a fölézet. És ezt a Biblia úgy nevezi, hogy kevéség. Kevéség, ez azt jelenti, hogy te magad tolod magadat fölülre vagy előre. És ez a világi megoldás, ez totál hitetlenség. Tehát, mert hogyha te hiszel Istenben, ami nem azt jelenti, hogy az agyaddal hiszel, elmondasz egy ilyen hitvallás, mint a katolikusok, a hit az azt jelenti, hogy, ismét mondom, hogy elhiszed, hogy Isten nem hülye. <laughs> ez a hit. És ennek lesznek totál gyakorlatias megvalósulásai. Például nem akarod megtéríteni a férjedet, meg befolyásolni, meg, meg, meg ilyen önző módon, hogy csak azért szereted, hogy már neked végre jobb legyen, de ez bármi. Tehát, hogy nem akarod kontrollálni az életedet. És nem úgy beszélek, mintha én soha nem kontrolláltam volna a dolgokat, nekem is ebből meg kell, meg meg kellett térnem. Ugye ez egy olyan dolog, hogy föl, föl kell ismerned, és nyakon kell csípned, hogy ups, már megint nem az Istenre bíztam a dolgot, hanem megint én akarom úgymond megoldani vagy kontrollálni. És tök más az, amikor Isten indít valamire, és azért csinálod, és szeretetből csinálod, vagy azért, mert tele van a hócipőd, és már pedig én meg akarom oldani, és a kis igazságomat ki akarom szolgáltatni. És a napokban az az ige volt, ami nekem nagyon sokat jelent, illetve hiszem, hogy másoknak is sokat jelent, amikor a 1 Péter 2-ben, ha jól tudom. Igen, kettőben ugye beszél arról, hogy a rabszolgákat ugye ütik, vágják a csúnya uraik, a főnökök, és ezt ugye modern napra is ugye át tudod ültetni a gyakorlatba, mindenféle igazságtalanság, vagy munkahelyi, vagy akármilyen abúzus ö, kihasználás terén, és azt mondja nekik Péter, hogy figyeljetek, nézzétek már meg Jézust. Fölment a keresztre, ugye elárulták, mindent csináltak vele, és azt mondja, hogy ő nem nyitotta ki a száját, és nem kezdett el fenyegetőzni, hanem rábízta az ítéletet az igazságosan ítélőre. És ez az a környezet, amikor a híres mondat elhangzik, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg, vagy gyógyultatok meg. És egy, miért gyógyultunk meg az ő sebei által? Képzeljétek el azért, mert Jézus is teljesen rábízta a dolgát az igazságosan ítélőre, és ha megnézzétek, a kereszten Jézus, amit művelt, hogy gyalázák, köpködik, meg még kísértik is, hogy tehát szivatják, hogy gyere le a kereszt, te vagy az Isten fia, ott pofátlankodnak neki, meg nagyon csúnyán bánnak vele, és Jézus egyszerűen csak annyit mond, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit csinálnak, és én leteszem a szellememet a te kezedbe. És akkor kilehelte a szellemét, teljesen letette, és ugye testileg meghalt ő, és a szellemével meg bement a templomba, a szentek szentjébe, a szentébe, és bemutatta az áldozatot, és akkor jött a földrengés, ketté szakadt a kárpit, és be lehet menni Isten tróntermébe azóta is nekünk ö, embereknek. De Jézus azáltal győzött, hogy teljes önáltadásban élt, és ő azt mondta az embereknek, hogy meg neked és nekem, hogy aki utána akar jönni, az tagadja meg magát. Nem a másikat kell megtagadni, nem a másikra kell mutogatni meg, hogy ilyen rossz, meg olyan rossz a világ, meg az élet, meg ez, meg az. Nem. Tagad meg magadat. Képzeld el, hogy Jézus azért győzött, mert ő egy önmegtagadott Isten volt. Gondolj már bele, hogy Isten úgy él, hogy megtagadta magát. Isten. És akkor mi meg itt káromkodunk meg, hogy mondjam, tehát panaszkodunk, meg minden bajunk van, és tudjátok, mi van minden bajunk? Mert a, a sátán, ő sem az önmegtagadásban él, és ebbe belevitte az embereket. Hogy a te jogod, a te országod, a te akaratod legyen meg már, mint az embereké. És a sátánizmus nem az, hogy imádod a patást. A sátánizmus az ugyanaz, mint a humanizmus, hogy az ember mindenek felett. Hogy neked, 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 én vagyok fa fontos, én nekem jár minden. Nem, nem jár semmi. És az az érdekes, hogy Jézusnak a példázatait, ha megnézed, mindig az tagadásnak valamilyen aspektusát mondja. Mondok egy példát, hogyha meghívnak egy nagy vendégségbe, azt mondta Jézus, hogy ne előre üljébe a főhelyekre, de ez igaz mondjuk gyülekezetben is, hogy a pásztorok szeretnek elől ülni, és akkor ott imádkozgatnak meg a piacszereken a köszöntés, hogy jó, milyen jó, jó, tiszteletes úr, vezető lelkész, püspök, apostó, proféta, szeretik ezeket a címkéket. Nem, Jézus azt mondta, e -e, nem, ha meghívnak egy vendégségbe, és ugye a legnagyobb vendégség az az lesz, amit Jézus csinál majd a mennyegzőn velünk az Isten országában, amikor teljes erővel eljön, hogy mindenkit meghívott, ugye? Sokan vannak a hivatalosak, a hívottak, kevesen a választottak. És sokan pöfeszkednek és könyökölnek. És Jézus azt mondja, nem, ha meghívnak vendégségbe, tudod hova ülj, ne előre! Mert ha beülsz előre, és nálad találnak egy méltóbbat, akkor szégyen szemre hátra fognak küldeni, és megszégyenősz. Hanem ülj be szépen hátúra, és hogyha a házigazda azt látja, hogy figyelj barátom, hát van még előle egy csomó hely, miért ültél oda be hátra, hát gyere följebb, akkor megtiszteltetésben fogsz részesülni. És mindig ezt fogod látni, hogy, hogy, hogy kell menni, nem előre. Tehát lefelé kell menni, és a bemerítő János, ő volt ugye a nagy előfutárja Jézusnak. És Jézus azt mondta, a gyerekek, ő illés, ő illés, aki eljön előttem, a na nagy, nap előtt eljön, ő illés, ő a legnagyobb proféta. Fú, ugye az illés volt, aki ledarálta ezt az Akháb, Jezabel féle hamis vallás és ilyen államvallás összefonódás ledarálta profétaként a Kármelhegyen, és bebizonyította, hogy az Úr az Isten, nem a Baál az Isten. És azt mondta Jézus, figyeljetek, Na ez, a, ez az az ember, ez a bemerítő János, ő van, aki illés szellemével jött el előttem, hogy megkészítse az utat. Mert eljön most templomába azon az úr. És tudjátok, ez két kétértelmű, hogy a templomában eljön az úr. Egyrészt bement a Jeruzsálemi templomba, és jó kikaszabolta onnan az összes képmutató biznisz egyházat, mindent. Ugye, és hogyha ilyen lelkipászor vagy, aki a könyveidet pénzérárosított vagy bármit pénzérárosítod, akkor te egy undorító mocsok vagy Jézus előtt, és téged is ostora fog kizavarni az ítélet napon. Um, Oké? Okay. Viszont bement Jézus a templomába, az Isten bement a templomába, és ugye aztán a kereszten megint bement a templomába, és befizette ugye a, a, az adósságot, a véráldozatot, az emberek bűnért, a világ bűnért. De ami a legszuperebb, hogy a Biblia azt mondja, hogy te is templom vagy, meg én is templom vagyunk, a testünk az Isten temploma, a Szent Szellem temploma, és ő ide akar bejönni, beköltözni. És ez nem arról szól, hogy az Attila bóckodik, meg a saját magad, aki te nézed, kedves néző a, videót. Ez arról szól, hogy te megtagadtad magad, és végre befér Jézus ide a templomba. Te <laughs> és elállsz az útból, és akkor ő valósítja meg magát. És ez az, amit a sátán szétszedett. Szétszedte. És megutáltatta, hogy fú, jön ez a despot, a diktátor, Isten, és akkor majd elvesz mindent, és tök rossz lesz. Ez megint csak a bizalmatlanság, a szeretetlenség, meg hogy Isten hülye. Isten nem hülye, Isten nem azért teremtette az embereket, meg a, a, a teremményeit, hogy szétszívassa őket, hanem azért, hogy saját magát megvalósítsa bennünk. És a New Age ezt csinálja megtérés nélkül, hogy fú, ő szerintük Isten bennünk van, de hogy mi nem vagyunk Istenek, mi nem vagyunk egy az univerzummal, meg semmi nem, mi külön individuumok vagyunk, viszont a szeretetnek az a lényege, hogy Isten ugye ő jár elől, és bemutatta nekünk, hogy ez a világ gáz, és ő a törvényekkel se tudott minket megjavítani. Max ránk tudja bizonyítani, hogy bűnösök vagyunk a törvényel, ami szent igaz és jó a törvény. Öm, hanem neki az volt a célja, hogy megváltson téged és engem a bűntől, és aztán beléd és belém költözzön. Ő maga Isten. Mert eddig van egy ilyen Béna Ádámtól örökölt bűnös természetünk, ez olyan, mint egy betegség, ami öröklődik, a bűnt így kell elképzelni, és akár jót akarsz tenni, vagy bármit, tuti hogy el fogod szúrni. El fogod szúrni. Mert benned van a bűn, és a, a terrorista az te benned van a bűnös, a, az ádámi bűnös természet is. És, és az emberek azt hiszik, hogy jók, de, te hogy vagyunk mi jók az Isten sztenderjéhez képest. És a megváltásnak nem az a lényege, hogy elmondasz egy megtörő imát egy ilyen keresztény gyülekezetben, és akkor puszi pacsi, és akkor ha akarsz, akkor majd egyszer bemerítkezel, és akkor jaj, de cuki vagy, meg eljársz dicsőítgetni, meg, és akkor ugyanúgy élsz, ahogy eddig éltél, és akkor fölveszed a, a, a smile az arcodra, mi ezt úgy hívjuk itt a kis közösségünkben, hogy gyülekezeti démon, hogy bemész a gyilibe, és így vigyörögsz, hello, szia, szia, hogy vagy, amúgy tökre nem értek, hogy hogy vagy, de szia, jaj, te is jó volt a dicsőítés, nem, ha tök jó, és közben képmutatás az egész, mert mindenki tojik mindenkire. Ez nem szeretet. De amikor te beléd bejön Krisztus, és átadtad magad teljesen, akkor már élsz többé nem teljes élbened a Krisztus, és nem ez a béna kereszténység lesz, ahol a pásztorok beszedik a lóvét, és az emberek meg tökre így szoronganak magukban, meg magányosak. Igen, nagyon sok keresztény magányos belül. Én tudom ezt, én is ilyen voltam. Nem arról szó, hogy beléd jön Krisztus, meg a másik testvére is belemegy Krisztus, meg a harmadik, meg a negyedikbe, és ezek elkezdenek Jézust követni és tanítványok lenni, és rájönnek, hogy hoppá, még ezt sem adtam, hát ebbe is gáz vagyok, abba is gáz vagyok, és szépen lerakosgatják, szó szerint hozzá vágják Istenhez a problémáikat, így van a, görögben, hogy, hogy minden gondotokat vágjátok ő hozzá, neki gondja van rátok. Tehát ebben van egy ilyen erőszakos, indulatos ö, ö, kifejezés, hogy hozzávágod Isten ez a problémáidat. Elég volt a hülyeségeimből, odaadom neked, csinálj, amit akarsz, Istenem, én nem tudom, hogy kell csinálni, te vagy a főnök. És egy csomó ilyen ember, akiben elkezd Krisztus élni és megvalósítani Krisztust, na, ezeknél mindenük közös. Igen, én is most itt egy, egy testvérnek a lakásában vagyok, látjátok, itt a konyha, bemehetek a hűtő, ehetek, ihatok, főzős bármit csináltok itt, közös mindenünk. És az apostolok cselekedetét, ha megnézitek, ott az volt, hogy ugye mivel mindenki megtért, és mindenki meghalt magának, és az apostolok bemerítették őket, és elkezdték őket tanítványozni, hogyan olvashat az apostolok cselekedetét pünköstkor? Hogy mindenük közös volt. És Péter főszólítja őket, hogy szakasszátok el magatokat ettől a bűnös nemzedéktől. És utána nem ismertek nagyon a világiak vegyülni velük, hiszen ugye teljesen más az, amikor meglátják Krisztus benned, hogy te már nem élsz és meghaltál magadnak, és ez félelmetes. Te úristen, ú teljesen, mi lesz akkor velem? Mi lesz akkor velem? Semmi. Tudod, mi lesz veled? <laughs> Lehetőleg legjobb dolog a világ, hogy végre nem neked kell kitalálni semmit, hanem Isten csinál mindent. Te csak beülsz szépen a, a jobb első ülésre, és átadod a kormányt Jézusnak, és ő viszi az autót. Lehet, hogy néha rázós az út, meg olyan helyekre visz, ahol te nem gondolnád, de ő a főnök, és ismét elmondom, a hit az azt jelenti, hogy elhiszed, hogy Isten nem hülye. Ezt elhiszed, hogy Isten nem hülye? Mert ha nem, akkor te nem hívő vagy akkor kérges szívű vagy. És az a, a, a Bibliában azt fogod látni, hogy a tanítványok igen, követik Jézust a tizenkettő, meg a többi. És hogy csomószor kérges a szívük, így van a görögben, hogy megkeményedett, megkövült a szívük. Hogy hogy érzéketlenné vált. És pedig több nagy csodákat tett Jézus, meg ők is már csodákat tettek, meg vízenjárás, meg kenyérszaporítás, borszaporítás, van ott minden. És akkor kemény a szívük. Tudjátok, kemény a szívük. Kérges. Egyik kéreg, aztán a másik kéreg, a harmadik, és eltompul a szívünk az Isten iránti érzékenységre, és ez nem szeretet. És én, lehet, hogy engem úgy, úgy ismertek, hogy én ilyen nagyon kemény ember vagyok. De tudjátok, miért vagyok kemény? Jézus is kemény volt a hülyeséggel szemben. Nem? Az, az emberekkel szemben is maximum azért beszélt keményen az Úr, hogy fölébre már néha őket, mert vannak süket emberek. És ha van gyereketek, nagyon jól tudjátok, hogy néha a szép szó nem elég. Né néha valahogy, olyan, mint lenne egy membrán a fülük előtt, ilyen valami védőfal, és akkor, mint az autista, egyik fülén be, másikon ki, és nem hall semmit. És így ki van kapcsolva, egy élek is saját kis ilyen csonttornyába, és így se kép, se hang. És emberek, ti is, meg mi is ugyanilyenek vagyunk, hogy Istennek néha üvöltenie kell, hogy ember térjél már meg, hát ostoba vagy, mész a gyehennába, a pokolba. Ott lesz sírás és fogcsigolgatás, ne szórakozzál már. Így indított a bemerítő János, akit mondom, hogy ugye Illésnek a szellemével jött. És a János az nem volt képmutató, mit mondott, hogy nekem alá kell szállnom, igaz, és Jézusnak kell növekednie. És ez az ember, aki úgy ért, mint egy ősember kinna a, nem tudom, a jordánál, a sivatagba és ilyen mézete evett meg sáskát, tehát tényleg ilyen gyűjtögető életmód szintre, úgymond protestált a szisztemmel szemben, a világi szisztemmel szemben. És ő teljesen megtagadta magát, és uram, nekem alá kell szállnom, neked növekedned kell. És ez a János időt, hogy térjetek már meg gyerekek! meneküljetek már az Isten haragjától, hogy szórakoztok, meg itt játszatok a képmutatót, meg elveszitek a, 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 katonák, az emberektől a pénzt, meg gyűjtögetitek a ruhát, meg mindent. Ha kettő van adod annak, akinek nincs, és így tovább. És minden törvénynek az a lényege, hogy, hogy egyrészt szeresd Istent, másrészt szeresd a legközelebbi embertársadat. Nem azt mondja a Biblia fele barátodat, azt felejtsd el, az egy béna Károli fordítás, nem? A legközelebbidet. Az angol úgy mondja, hogy, a, hogy love your neighbor, tehát hogy szeresd a szomszédodat. A, a német úgy mondja, hogy hogy, hogy, hogy szeresd a, a, a legközelebbit, a next-e. A legközelebbit szeresd. És így van a, a görögben is, szeresd a legközelebbit. Mindig azt szeresd, aki ott van. Ne a pénzt szeresd, ne a munkádat szeresd, ne a, a saját biztonságodat szeresd. Azt szeresd, akit Isten odarakott melléd. Ezt az embert szeresd. Miért? Mert Isten is mit csinált? Lejön az ő dicsőségéből ide Jézusban, hústestben, és, és tökre szivatják, pedig egy, egy, árva bűn nem volt ő benne, nem is tudtak rábizonyítani semmit. És szeretett minket, és önmagát adta, értünk. És még a tanítványairól is azt olvasott, hogy szerette őket mind végig is. Még a Hebrencs Péternek is meg most a lábát. És a lábmosás is arról szólt, hogy Péter nem akarta magát átadni, mert ez milyen ciki. Hogy te mosod meg a lábamat, hát fú, hát má, azt már nem, hát én nem engedem, hogy az Isten szolgáljon felé. Ott is egy kontroll volt, egy, egy presztis kérdés. <laughs> és tökre megalázó az, hogy Isten megalázta magát, és lehajolod a Péter lábához, és meg akarja mosni, és Péternek ez tökre derogál, hát ez, ez brutálgáz gyerekek. Az azt jelenti, hogy akkor nekem is meg kell magam alázni. Íh. Igen, tehát, és a keresztüzenete az nem az, hogy mi vagyunk a bűnösök, és eljön a Szent Isten, és meghal értünk, és lá 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 de jó. Nem. A keresztüzenete az az, hogy mi vagyunk a szemét mocskos bűnösök, eljön a Szent Isten, értünk, és aztán megalázódunk mi is, mert hogy mekkora pofátlanság az, hogy a Szent Isten meghal, érted? Lesül az összes pofád, meg a bőröd, meg az állad leesik, minden. És akkor azt mondod, hogy ki vagyok én uram, és Péter is ez, de ki vagyok én uram, menj el tőlem, olyan bűnös gáz ember vagyok. Úr. És elkezded magad megutálni, hogy ez brutál gáz, hogy kinek képzelném magamat. milyen jogaim vannak nekem, mert tök gáz vagyok, undorító, szemét, önző, disznó. Már bocsánat, de ezek vagyunk. Ha, nem, ha, ha azt hiszed, hogy nem vagy önző, akkor hazug vagy. Mindenki önző. És... És igen, jön Jézus, és brutál önzetlenül meghalértünk. Persze a világ számára ez bolondság, meg a büszke embernek ez bolondság, hát neki ez derogál. Már pedig én nem alázom meg magam. De aki magát megalázza, az Isten fölemeli, ez a brutál jó benne. És a keresztüzenete az nem csak az, hogy Jézus keresztre feszült értünk, aztán jaj, de jó, happy, és akkor megyünk a mennyországba, mint a keresztények hirdetik, ez egy nagy marhaság. Ez egy, ez egy önző, humanista, szar evangélium, már bocsánat. Ez egy mocsok, ezt el kell temetni. Igen, ennél jobban nem tudom kifejezni. Bocsánat. Az igazi evangélium az az, hogy te is keresztre feszülsz Krisztussal. Hát ez a lényege, hogy a Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Képzeljétek el, ezért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit. És az ördög munkája az nem más, hogy téged, meg engem, meg mindannyiunkat bevitt az ádámi természetbe. És Jézus azért, hogy lerontsa az ördög munkáját, magyarul téged a bűnös is keresztre akar feszíteni, ott Jézussal együtt. És amikor te végre, ismét mondom, trágyának ítéled magadat, elítéled. Uram, bocsáss meg, hogy én akartam itt mindent irányítani. Meg az embereken átgázolni, meg mindent csinálni. A kis királyságomat építeni. És nem. És megalázod magad, hogy hát Uram, te sokkal jobb vagy, mint én. Bár csak olyan lennék, mint te. És az a jóság a téged megtérésre indít, és ösztönöz. És akkor te is azt mondod, uram, feszíts engem is keresztre. Nincs rám szükség. Hülyeség volt az egész, amit csináltam. És az evangélium az az, hogy, hogy igen, a keresztre feszített Isten, képzeljétek el, beleköltözik a keresztre feszített bűnösök testébe, ha úgy tetszik, életébe. És akkor már nem bűnös vagy, hanem szent vagy, mert Jézus Isten azt téged szenté és megszentel. Tehát amikor bemerítkezel, az arról szól, hogy eltemetted a bűnöst, igaz? És akkor ott lemondtál mindenről, és aztán később az agyaddal szépen elkezdesz rájönni, hogy ú, még ezt se raktam le, meg ezt se, jaj, jaj akkor ezt is lerakom. Mert vannak ilyen területek az életünkben, és akkor lerakjuk őket, és mindig amit leraksz, azt tud föltámadni. Amikor Ábrahámnak oda kellett adni a izsákot Istennek, és le kellett vágni, mint egy vágó ugye az utolsó pillanatban az angyal rászólt, hogy állj meg, stop, állítsd meg a, kés kést vagy a kardot, igaz? Mert most már látom, hogy te tényleg szeretsz engem, és a végletekig elmennél. Ugye, tehát Ábrahám is az agyában eldöntötte, római levélben elolvashatjátok, hogy el kell dönteni, hogy hát hogyha a, a profécia az én fiamból lesz, hogy majd a fiamnak lesznek utódjai, és onnan jön el a megváltó, és én most itt megölöm a fiamat, hát akkor muszáj, hogy Isten főtámasz. Nincs más lehetőség. És ide eljutott Ábrahám. És azt mondta, ő lemondott a nagy proféciájára. Ú, majd a fiam. Nem, akkor uram, átadom a fiamat, ha kell, akkor hajom meg, kész. Ez egy apa számára brutál. Brutál nagy önmegtagadás, sőt, ez már fanatizmus. Ez már, ez már egyenesen fanatizmus. És Ábrahám majdnem elment, hogy levágta a, a saját fiát, Izsákot, és Isten azt mondta, hogy stop. Látom, hogy te mindenre elmennél, úgyhogy nyugi. Te az én barátom vagy. És azt írja a Biblia, hogy na ezáltal, üdvözül, ezáltal igazult meg teljesen, ugye a hitéből és a cselekedeteiből igazult meg Ábrahám teljesen. Tehát a hitét követték a cselekedetei. És te, amikor hiszel Jézusban, akkor nem csak azt hiszed el, hogy 2000 éve ő valamit csinált a keresztény, és halleluja, cuki, meg milyen jó Jézus vére, jaj, de jó, meghalt értem, köszönöm, uram. Nem, hanem akkor tovább mész a hiteddel, hogy hát, uff, ha Jézusnak meg kellett értem halni, akkor bennem semmi jó nincs, akkor totálgáz, akkor én lerakom az oltára magamat teljesen, uram, ez nagyon rossz. Csinálja, amit akarsz. Ez jelenti a szeretet, ez jelenti az, hogy szereted Istent. Jézus azt mondta, hogy, hogy igen, én szeretlek titeket, de ti is szerettek engem? Péter szeretsz engem? Szerettek engem? Jézusnak az nem érdekli Jézus, hogy a száddal mondott, hogy szeretett, hát ki van akadva Jézus, hogy minek mondjátok, hogy uram, uram, meg izé, és közben nem is teszitek, amit mondok, hát marhaság. Megint csak. Jézusnak nem az kell, hogy te énekelj, jaj, de szeretlek Jézus, olyan szuper, vagy mi? Szegény Jézus nem tudja, hogy ő szuper, meg hogy ő megalázta magát, és most ott ül a trónon. Szegény nem tudja, hogy milyen dicsőségben van, még külön szüksége van a te elismerésedre. Erről szólt a pogányvallás, hogy azt a béna se kép, se hang Istent kellett imádni, valamilyen bálványt, például a, a, az efézusi Diánát vagy Artemisztotkert üvöltöttek meg, dicsőítettek két órán keresztül, mert szerencsétlen bálvány nem tudta magát megvédeni. Jézusnak nincs szüksége a dicsőítésedre, Jézusnak arra van szüksége, hogy gyerek, add már a szívedet, lányom, add már a szívedet, még mindig kemény a szíved, még mindig te akarod megoldani, még mindig te okoskodsz, még mindig annyi felől agyalsz, és sok felől kattogsz, és okoskodsz, és Márta, Márta, hát nézd már meg a testvéredet. Leült ide a Mária elém, és csak hallgatott, és átadta magát nekem. És kevésre van szükség, igazából csak egyre van, egy dologra van szükség. És akkor fogsz élni, ha meghalsz magadnak. Ha elveszted az életed, akkor találod meg. Próbálkozhatsz itt minden el, úgyse fog sikerülni. El kell végre hinnet. hogy ez a könyv, ez igaz, ez nem hülyeség. Így mutatom, így szentírás, nem tudom, látszik-e. Igen, így szent, ott van szent biblia, ez egy már régi biblia. De el kell hinned, hogy ebben minden betű igaz, és Isten nem hülye, és nem hazudik. Úgyhogy a szeretetnek most a legdurvább, legerősebb, legmélyebb üzenetével jövök felétek, és és Istent nem érdekli a szátok. Istent a szívetek érdekli. Még mindig kérges, még mindig nem érted, még ó, még mennyi ideig leszek veletek ti, hitetlen és elvajult nemzedék. Jézus azért halt meg, hogy benned éljen. És azért halt meg, hogy megszabadítson a saját hülyeségeitől. Nem azért talált ki téged az Isten, hogy itt megold az életedet, és bénázza, Meg bizonyítse, Nem. Azért teremtett téged Isten, mert te, te legyél a temploma, és az ő képmása. És a világnak nem rád van szüksége, és nem vagy fontos. Ez egy hamis evangélium, hogy te fontos vagy. Ez humanizmus. Nem. A világnak Jézusra van szüksége, de Jézus, a, úgy döntött Jézus, hogy ő az övéiben fog élni. És ha te gyakornoka vagy, és követője, Isten őriz, hogy keresztény legyél. Térje meg abból. Ne, ne keresztény legyél. Senki nem volt keresztény a Bibliában, önszántából maximum rájuk kerültették, de az se keresztény volt, hanem Krisztus párti vagy Krisztusi. Ugye, Krisztiános, ez ugyanaz a görög szó, mint hogy a, a Herodianos. Ugye, a Heródiános az azt jelenti, hogy a Heródes párti. Igaz, a Krisztános az azt jelenti, hogy a Krisztus párti, vagy ugye Herodesi, Krisztusi hozzátartozó. És mi krisztusiak kell legyünk, vagy messiásiak, ugye, hogyha a zsidósabb szót használom. Tehát senki, nem kereszténységről van szó. Az a kereszténység az egy üres filozófia, egy élettelen izmus. Az egy vallás. Jézus soha nem mondta, hogy legyetek keresztények, meg csatlakozzatok a kereszténységhez, vagy valamilyen gyülekezethez, felekezethez. Nem. Azt mondta, hogy kövessetek engem és tagadjátok meg magatokat, és vegyétek föl Naponként a keresztet. Mit jelent az, hogy naponként fölveszed a keresztet? Például azt, amikor reggel fölébredsz, és így csipás a szemed, és kinyitod, és így, és akkor itt vagyok, Istenem, köszönöm ezt a napot, átadom neked, azt csinálsz, amit akarsz. Te vagy a főnök, hadd legyek a te tükröd, hogy aki engem lát, téged, mutasd be magadat rajtam keresztül nem önmegvalósítás van, hanem enged, hogy Isten valósítsa meg saját magát rajtad keresztül. Ez teljesen azt jelenti, hogy elállsz az útból. És ő fog vezetni, és ő fog szeretni, és ő fog törődni, és megadja minden szükségedet, mert megírta Jézus a hegyi beszédben, hogy keressétek az ő királyságát, az azt jelenti, hogy nem a te királyságodat, az ő királyságát, ahol az ő akarata van, ahol ő uralkodik, ahogy te mit akarsz, atyám. Szoktatok így imádkozni, hogy Isten, te mit akarsz? Isten, te mit szeretsz? Isten, te hogy érzed magad? Neked ez tetszik, nem tetszik? Meghallgassam azt a YouTube tanítást, vagy bármi, elmenjek oda, vagy mit csináljak? Ezt hívjuk úgy, hogy érdeklődő ima. Szoktál te érdeklődő imát mondani Isten, vagy csak állandóan én, 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 én vagy Köszönj, Jézus, hogy meghaltál, értem, kérlek, add meg nekem ezt. Pff. Nem. Istennek nem az kell, hogy imád dőt, meg dicsőítsd dő. Tudod, mi kell Istennek? Kérdezd meg, hogy mit akar. És ugyanígy működnek a jó kapcsolatok is. Ne te találd ki, hogy a másiknak mi tetszik és mi nem tetszik. Ez totózás, ez jövendőmondás, ez okkultizmus. Nem. Kérdezd meg, hogy a másiknak mire van szüksége. Kommunikálj. A szád nem arra való, hogy, hogy és az Istent állandóan. Nem. Arra való, hogy szeresd vele az Istent, és megkérdezd, hogy mit akarsz. És aztán a füleden szépen bemegy a válasz, hogy mit akar az Isten, és aztán tedd meg. Ha szerettek engem, parancsolataimat megtartsátok. Ezt mondja Jézus. És vannak aktuális parancsolatai, ami már vonatkoznak, hogy éppen most szól neked az Isten, hogy csinálj meg valamit. Például bocsáss meg, ha valakinek nem tetted, vagy menj békülj meg vele. És vannak örökérvényű parancsolatai, amiket ott látsz a Bibliában. És amiket Jézus definiált parancsolatokat. És nehogy Mózes kezdek követni, mert Mózes megillés azok bementek a felhőbe, és eltűntek. És aztán az atya rászólt a Péterékre, hogy na itt az én szeretett fiam, őt hallgassátok, Jézust hallgassátok, nem Mózes-t hallgassátok meg Illést, az ószövetségi marhaságokat. Az egy teljesen másik szövetség. Az, az a zsidóknak szó. Az az árnyéka Jézusnak, de te ne az árnyékot tanulmányozz, hanem a valódit. És a törvény persze szent igaz, és jó próbáld meg betartani mind a 613 parancsolatot, hajrá, tartsd be, és élni fogsz. De ha csak egyet megsz megszegsz, akkor átkozott vagy. Ilyen a törvény. Mert mert a 613-at egyedül Jézus tudja betartani, gyerekek. És akkor Jézus belétköltözik, akkor nem te tartod be a parancsolatokat, hanem ő. És még egy apróság, hogy csak úgy kiakasszám a biztosítékot a szombatimádók számára. Nem az a szombat, hogy egy nap nem csinálsz semmit. Az képmutatás, hiszen maga a is megmondja, hogy hogy kell a szombatot vagy a bőtölés betartani. Úgy, hogy elengeded a láncokat az emberekről például. Vagy megeteted a szegényt? Az igazi szombat az, amikor meghalsz magadnak, és végre bemész Isten nyugalmába, és megtérsz a holt cselekedeteitől. És a szombat az nem egy darab nap. A szombat az az egész életed. Mert lehet szombatként élni. Jézus azt mondta, én vagyok a szombat ura. Mármint, hogy ő saját maga. És ha te belehalsz Jézus halálába, és bele merítkezel Jézus halálába, és átadod a bűneidet, és átveszed az ő természetét, akkor az egész életed egy szombat, hiszen már nem te élsz, te már keresztre vagy feszítve, él benned a Krisztus. Tehát, hogyha te már nem élsz, akkor ez egy szombat, mert nem csinálsz semmit. Igen, Isten dolgozik rajtad keresztül, de az nem te vagy. És mondom, fogalmam sincs, hogy én most mit kell nekem mondanom. Én most leültem ide, hogy uram, valamit mondjál, mert én nekem fogalmam sincs, hogy én mit kell mondani. És ez jelenti, hogy gúnyolták őket, hogy krisztuskák. De ezek olyanok, mint Jézus. Isten, örülsz, is, hogy keresztény legyél. Ne legyél keresztény, az egy undorító, képmutató vallás, amióta létezik az egész arról szó, hogy hatalom, meg tekintély, meg, meg leuralás. Pont az ellenkező, amit Jézus mondott, hogy köztetek nem így lesz, hanem aki nagy lesz, az, az, szolgál ugye mindenkinek, vagy aki a legnagyobb, az lesz a mindenki rabszolgálja, hiszen Jézus mondja magáról, hogy én sem azért jöttem, hogy, hogy én legyek kiszolgálva, nekem segítkezzenek, hanem azért, hogy én szolgáljak, és én adjam az életemet váltságú sokakért. És ezt megerősíti István meg Pálapostól is, hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy te szolgáld őt. Istennek nem a te szolgálatodra van szüksége arra, hogy meghaj magadnak, és ő belégy és azt csináljon, amit akar. Húj, de ez hogy fog működni? Nem a te dolgod tudni, hogy hogy fog működni. A te dolgod az, hogy kimondjad Istennek, Uram, azt csinálsz, amit akarsz. Nem tudom, hogy lesz, nem érdekel, nem akarom látni, hiszen boldog, akik nem látnak és hisznek. Uram, azt csinálsz, amit akarsz. Ez jelenti azt, hogy a testedet okos Isten tiszteletként válaszul Isten kegyelmére odaadod. Az oltára Istennek és aztán azt csinál, amit akar, és fúj a szél, ahogy akar, nem tudod, hogy honnan jön, hova megy, csak a zúgását hallod. És így van mindenki, aki a szellemtől született. Ha te tudod, hogy hova mész, meg merre tartasz, akkor te nem vagy Istentől. Kész. Mert aki Istentől van, az nem tudja, honnan jön, meg hova megy. Ez szentírás, ez az Isten igéje. És én, én nem szeretek mellé beszélni. És lehet, hogy szigorú tanítónak láttok, vagy nem tudom, akármi ilyet, vagy nem érdekel. Nem tudok más mondani, csak ami ide le van írva. Na meg van írva, hogy ne tanúskodj hamisan. És ha Isten ezt mondja, akkor én is ezt mondom. Valakinek tetszik, valakinek nem. Az már nem az én dolgom. Viszont az a jó, hogy akikkel beszélgetek, azok mind megértik, és akkor rájönnek, hogy ez, ez teljesen jó dolog. Jézus is épített egy falat maga köré, ugye példázatokban beszélt meg, időnként kiosztotta az embereket, de voltak bátrak, akik oda mentek, hogy tanító vagy mester, ezt nem értjük, hogy van, magyaráz már el, mert nem értjük. És akkor Jézus neki külön elmagyarázta. És te akkor vagy Jézusnak a követője, meg a gyakornok, a tanítványa, ha oda Jézushoz és kérdezel. Nem az, kérdezel. Istenem, ez mit jelent? Ez hogy van? Mit akarsz? Nem te találod ki, nem te fabrikálsz magadnak egy Isten képet, hanem azt mondod, Uram, nem tudom, akkor is szeretlek, ha nem értelek, te vagy, te vagy Isten, te méltó vagy, te, te tökéletes vagy. És Isten erre vágyik, hogy szeresd őt. A beszédedre nem vágyik. A dicsőítésedre nem vágyik. Arra vágyik, hogy benned éljen és átadd magad neki. Ez az evangélium lényege, hát ez a lényeg, a célja az evangéliumnak. Nem csak az, hogy megváltsa a bűnös, hanem az, hogy magának váltsa meg a bűnöst. Eddig szolgáltál sátánnak, most Isten belét és ő él benned, és ő szolgál rajtad keresztül. Ez az evangélium. És ha valamiben másba hittél, akkor én kérlek, hogy térj meg ebből, mert ez egy, ez egy hazugság, tehát egy fél evangélium, hogy jaj, de jó, mert Jézus meghalt életem, és akkor most már amit akarok. Nem! Jézus meghalt életem, és ezt mondja pálapostól a 2-korintus a 5-ben. És lehet, hogy ezzel fogom befejezni. Itt van 2-korintusi 5, remélem, hogy jól. Igen. Így van, így van, így van, így van. Na. 11-es verset olvasom, tehát 2 Korintus 5.11-től. Figyeljetek, hogy ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk, remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretete előtt is nyilván vagyunk. Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, ugye rengeteg pásztor önmagát ajánlja, ebből térjetek meg, hanem alkalmat adunk tinéktek a velünk vadó dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem a szívből dicsekvőknek. Ugye, ja, hogyha te szívből dicsekszel, akkor nyilván az a dicseksz, amit Jézus tett, érted, vagy, vagy rajtad keresztül, vagy akármi. De a színből dicsekszel, az, az van egy hátsó szándékod. És azt mondja, hogy ha azért bolondok vagyunk, Istenért, ha vagyunk, értetek van az. Tehát amikor te megalázod magad, akkor Istené bolond vagy, úgymond a világ szemében. Ne, ne el eldobod, úgymond, a, azt a fene nagy ilyen ö, presztizsedet eldobod. Nem érdekel a presztizs, Jézus is meghalt, mint egy mesztelen szanaszét verték, és kész. Tehát milyen presztizse volt Jézusnak a kereszte? Azt mondja, hogy Istené vagyunk bolondok. Ha eszesek, akkor értetek vagyunk. Tehát csak azért vagyunk eszesek, hogy mit tudja, ne botránkoztassunk meg titeket. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, vagy akkor, mint azok meghaltak. Hoppá. Miről beszél? Krisztus szeretetéről beszél, ami szorongatja őket, és mit mond? Ha egy meghalt, akkor úgy vélekedünk, hogy mindenki meghalt. I -i. Ezt nem fogják a gyülekezetekbe hirdetni, hiszen maguk a pásztorok se haltak meg maguknak, mert nekik a pénzt kell, meg a csarnokot építik, ugye? Most hallottam egy olyat, hogy az omák a gyülekezetben ugye azért szeretik a vállalkozókat, mert most akarnak ami csarnokot építeni, de ez ha Jézus épített csarnokot? Jézus a gazdagokhoz ment, meg a, ott ment kunyarálni, meg ott dörgölőzni? Nem. Azt mondja, hogy, hogy mindenki meghalt. Sajnálom. Süveges Imre térjél meg, halljál meg magadnak. Most. Amit művelsz, semmi köze Jézushoz. Igen, beszéltem omegásokkal. Látják a szitut, látják mekkora képmutatáson ott is. Nehogy azt higgyétek, hogy csak a hídgyűliben vannak problémák. Omegában is, az új szövetség az összesbe. Miért? Mert az egész rendszer arról szól, hogy nem haltatok meg magatoknak. Undorító a hazugul képviselőtek az Istent. Mint a farizeusok. Kívül szépek vagytok belül messzelt sírral, és igen. Szerintetek Jézus nem haraggal ment be a templomba ostorral? Ha? Ti meg gazdag módjára gyűjtitek magatoknak a vállalkozókat, és akkor majd támogatnak pénzért. Mammon szolgáljátok emberek, nem, ti nem vagytok Isten szolgái, nem. Azt mondja, hogy úgy vélekedvén, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és föltámasztatott. Tehát miért halt meg Jézus? Hogy magadnak élj? Hogy a saját birodalmadat építsd? Nem, azért halt meg, hogy aztán te követsd őt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámasztatott. Azért mi ezen túl senkit sem ismerünk test szerint, tehát nem azért fogsz oda dörgölőzni, mert test szerint ismered, mert neki milyen előnyei vannak, amit te le tudsz zsebelni belőle. Ugye átkozott, aki testben bízik. Tehát nem ismerünk senkit test szerint, sőt, ha ismertünk is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Tehát tök mindegy, hogy hogy nézett ki Jézus. Nem úgy ismerjük Jézus többé nem az a lényeg. Azért, ha valaki a messiásban, a Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak és újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van. Tehát vagy újjá vagy születve és minden újjá lett, vagy pedig ugyanolyan képmutató vagy, mint voltál. És keresztény farkasbőrbe vagy. Vagy báránybőrbe bújt farkas keresztény vagy. Semmi között Jézushoz, nem haltál meg. Azt mondja, minden újjá lett, a régiek elmúltak és te hirdetheted az igét, meg csinálhatsz bármit, de nem haltál meg magadnak, akkor ugyanúgy mész a levesbe, a pokolba, a gyehennába. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát, mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igét. Mit jelent az, hogy megbékélsz Istennel? Azt, hogy jaj, de jó, elfogadod a bűnbocsátot, és, is mész tovább. Vagy az a megbékélés, hogy ups, atyám, védkeztem ellened, és az ég ellen. Gáz vagyok, nem vagyok méltó arra, hogy egy szolgád legyek. Megbékélés Istenne az azt jelenti, hogy, hogy végre beismered, hogy te vagy a szemétláda, és Istennek a szentjegyei jók. Már többé nem háborúzó, és nem mondod az: jaj, ebben vannak olyan dolgok, a, a, a 1 Korintus 11 az nem vonatkozik rá, meg a nőknek lehet tanítani, meg blá-blá-blá-blá, nem, a megbékélés Istennel az azt jelenti, hogy végre nem háborúzó, hanem bemész a Biblia alá szépen, és alárended magad Istennek. Nem tulajdonította nekünk a bűnt, akkor most, akkor most lehet vétkezni? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy akik meghaltatok a bűnnek. Ugye Krisztussal a bemerítéskor meghaltatok egyszer mindenkor a bűnnek. A bűn az, hogy mész a magad esze útján. Ez a bűn. És azt mondja, hogy mindez pedig Istentől van. Tehát az, hogy meg tudsz térni, az, hogy Jézus meghalt, érted? Az, hogy le tudod rakni a fele nagy egódat és mocskos törtetésedet, Mindez Istentől van. Ez is Isten kegyelme. Ha nem tudod lerakni az egódat, akkor kérd az Istent. Atyám, segíts, hogy meg tudja magam alázni, mert nem bírom, mert büszke dög vagyok. Segíts, atyám, segíts, mert tudom, hogy ez gáz, és nem jó, meg akarok térni, ments meg, valamit csinálj velem, meg gáz vagyok. Segély kiáltás, ez hogy segítségű hívod az Úr nevét. Istenem, segíts, Jézus, segíts, nem tudok jó lenni. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnét tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus az Isten, tehát az Isten Jézust bűnné tette, értünk, és Jézus nem ismert bűnt, nem volt köze a bűnhöz. És azért tette őt bűnné, hogy mi Isten igazsága legyünk, nem csak úgy külön-külön, hanem ő benne. Az Isten igazságának lenni az azt jelenti, hogy ugyanolyan igaz vagy, mint Isten, és hogy nem a te igazságod van benned, hanem Istennek az igazságos mi volta, és mivel a bűn igazságtalanság, ez a János levelében ott van, tehát minden bűn igazságtalanság. Ha te Isten igazságosságává lettél téve, érted, megtörtént a helycsere. Tehát Jézus lett a te bűnöd, és te lettél az Isten igazságossága, de nem önmagadban, hanem ő benne, Krisztusban. Tehát fogod magad, és belemész Krisztusba, így belemész, és el, eltűnsz Krisztusban, és bemerítkezel, és eltűnsz. És persze meg lesz a személyiséged, szépen beülsz a, a jobboldali első ülésre, és hagyod, hogy Jézus vezesse a kormányt, ott leszed te is, mint személyiség, és fogod csodálni, hogy Isten miket csinál, de nem te fogod irányítani a dolgokat. Ez szerinti, hogy föladtad az életedet Krisztusért, és az evangéliumért, és akkor megtaláltad azt. Ez jelenti, hogy szereted Istent. Azt mindenki tudja, minden ilyen keresztény, dicsőítgető ember tudja, jaj, de jó, Isten szeretet. Kit érdekel? És te? Te mit csinálsz? Te kihasználod Isten jóságát? És maradsz ugyanolyan önző? Vagy pedig egyszerűen odavág neked Isten, hogy ez gáz, amit művesz? És amikor Péter kimondta, hogy igen, uram, te tudod, hogy szeretlek. Béna vagyok, de tudod, hogy szeretlek. Akarlak, akarlak követni. Elrontotta. Jézus azt mondta, hogy ne szellegedesd a bárányaimat, mehetsz, nem bántalak. És ha úgy érzed magad, mint egy rakás szerencsétlenség, kudarc, Halleluja. ez a lényeg. Úgy érezd magad, mint egy kudarc. Csak fontos, hogy ne ilyen önsajnálatos, ilyen saját magadat ilyen úgy kárasztatod, magadat, hogy abból nem lesz megtérés. Nem. Szuper, rájöttél, hogy rakás szerencsétlenség vagy, halleluja. Ez a lényege az evangélium, akkor rágyere. És akkor ráestél a kősziklára is be, hogy kész, nem vagyok jó. Halleluja, ide kell eljutnod. Akkor fogsz főkiáltani Jézushoz. Menj el tőlem, uram, én bűnös ember vagyok. És ekkor tud Jézus elhívni téged, akkor tud beléd költözni, ekkor tudja végre átvenni az irányítást. Mert már nem akarsz védekezni többé. Lehet, hogy ez egy folyamat, lehet, hogy többször el kell ismételni az Istennek különböző területeken az életünkben, nekem is el kellett, és lehet, hogy még lesz egy-két csattanó az életemben, nem tudom. De ha érted a koncepciót, a lényeget, hogy ráesel a sarokkőre, és összezúzod magad, dirib darabokra törsz. Mint egy üveg pohár, leheted a kőre, és összetörik darabokra, a életben nem rakod össze. Ugyanígy kell összetöretned, amikor ráesel a sarokkőre Jézus Krisztusra. Semmi nem marad belőled. És aztán majd szépen jön a fazekas, az agyagos, és csinál belőled valami új edényt. És ha akar, akkor ötször, tízszel összetör. Ő a főnök, nem te. De utána jó lesz, utána élvezni fogod, hogy köszönöm uram, végre megszabadítottál saját magamtól, mekkora marra voltam, de jó, hogy nem nekem kell. Jaj, sokkal jobb így, nyugisabb, és teljesen más, uram. Köszönöm, hogy nem kell itt. Mint a világban a pogányok aggódni, hogy mit eszek, mit iszok, mivel öltözködök. Nem erre lették kitalálva. És a legnagyobb ellenséged a saját magad vagy. A benned levő Ádám. És ezt akarja Jézus keresztre feszíteni. És ha megérted az evangélium szépségét, hogy önmagadtól szabadít meg Isten, és akkor élsz magasabb rendű értelmes életet, ugye zóét fogsz élni. Ezzel semmi nem ér fel. Úgyhogy ennyit akartam mondani. Gondolkozzatok el ezeken a dolgokon, és lehet, hogy volt egy-két erős dolog, lehet, hogy volt egy-két feddés, vagy pátorítás, bánom is, én vedd ki magadnak, amit ki kell lenni. A lényeg az az, hogy ne te akarj Istent játszani, ne te akarj úgymond önerőből Isten képviselő lenni. Nem fog menni. Jézus nem, soha nem alapított kereszténységet. Nem. Ő tanítványságot, gyakornokságot hozott létre, és ez egy olyan vicces tanítványság, ahol saját maga a mester él a tanítványokban ez a kegyesség titka, hogy Isten megjelent testben. És benned is megjelenik. De ehhez neked alá kell szállanod, és Krisztusnak kell növekedni. Ha magadat tolod előre, ez a kevésség. Ha magadat tolod előre, akkor Isten, úgy mondja a Biblia, hogy katonai hadseregje fog ellened állni. De ha magad megalázod, akkor ő fölemel. Úgyhogy lehet választani, ez az evangélium, ez a kereszt, Egyrészt Krisztus meghalt a bűnösökért, másrészt a bűnösök is belehalnak Krisztusba. Ez ilyen egyszerű, és ők is keresze vannak veszítve. És ha kell, akkor minden nap add át az Úrnak, Uram, nem akarok én élni, nem akarok itt bócskodni, okoskodni, meg megcsinálni. Uram, te csináld, te vagy a főnök, te sokkal százmilliárdszor szentebb vagy, dicsőségesebb, okosabb, bölcsebb. Te tudod, mit csinálsz. és a világ meg várja az ilyen isten fiaknak a megjelenését. Úgyhogy ö, nekem az a vágyam, és imám, és reménységem, hogy lesz egy-két ilyen ember, aki ezt végre megérti, leesik a tantusz, komolyan gondoljátok, és végre bele nyugszatok Isten szeretetébe. Úgyhogy lejjetek áldottak, szabaduljatok minden hazugságtól, amiben hittetek, szabaduljatok meg önmagatoktól, szabaduljatok meg a kontrolltól, egymás kihasználásától, magatok különnek tartásától, semmire nincs szükség, csak egyre. És ha Jézus benned van, és ő csinál mindent, ez lesz a mennyben is, gyerekek. Oda át is ez lesz. Nehogy az ígyétek, hogy nem. Isten lesz minden mindenekben. Vagy hozzászoktok már most, vagy lehet menni. A pokol egy olyan hely lesz, ahol most valaki azt mondják, hogy nem lesz ott Isten, mások azt mondják, hogy ott lesz Isten, de a haragjával a meg egy olyan hely lesz, ahol Isten ott lesz bennünk és köztünk, és velünk fog sátrazni. Lehet választani. Vagy Istennel, vagy Isten nélkül. De már most. Itt, 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 húzódik a határ, és választódik el a sötétség a világosságtól. Vagy Istennel, vagy Isten nélkül. Ez a két lehetőség van, gyerekek, nincs más. Olyan nincs, hogy picit Istennel, de saját magam is. Ilyen sincs. Jézus azt mondta, hogy jön majd a király, és vágjátok le azokat, akik nem akarták, hogy király legyünk fölöttük. Hát, ez nem egy olyan példázat, hogy az ön megtagadásról szó, gyerekek. Vagy a szeretete lesz Istennek, és akkor tényleg jó dolgunk lesz. Vagy pedig a saját mocskunk és gonoszságunknak a méltó gyümölcsét fogjuk aratni. Úgyhogy gondolkozzatok el, menjetek most imádkozni, légy szíves, keressetek valami helyet, bunyózzátok le Istennel, beszélgessetek, vagy nem tudom, vitatkozzatok vele, bánom, és én csak öntsétek ki a szíveteket neki, mondjátok el, uram, nem értem, nem, mi ez az egész, meg most tényleg akkor mindent le kell rakni? Nem érdekel, csak menjetek és beszélgessetek Istennel, majd ő megmutatja nektek. Csak legyetek őszinték. És engedjétek át magatokat neki. Akkor is, ha féltek, mint a Nikodémus éjszaka ment oda. tök mindegy, menj oda valahogy, mustárbogni hitte, menj oda, aztán Engedd, hogy kiformálja a Krisztus benned, mert az sokkal jobb, mint amit te vagy. Oké, okay, na, legyetek áldottak, elsősorban megtéréssel legyetek áldottak. Jézus nevében, sziasztok!